Már a múlt héten kivágták azokat az aszfalt részeket, ahol ma már kátyúztak a szakemberek majorokban. Az új helyimre utca több szakaszára is felvonultak a városüzemeltető és fenntartó KFT munkatársai. Itt a legkritikusabb pontokon végzik el a javítást. Ismét változott a forgalmi rend Magyaróvár belvárosában. Ott a Városház utca rekonstrukciója zajlik. Korábban a Sós János utcában megfordult az irány, a Deák tér helyett a Szent László tér felől lehetett közlekedni. Most viszont a Magyar utcán lehet elhagyni a Templom utcát, ugyanis az útkereszteződést is felújítják. Ezért nagyobb körültekintéssel kell közlekedni a gyalogosoknak és a kerékpárosoknak is a Magyar utcán. Ezt a szakaszt csak azok használhatják, akiknek van behajtási engedélyük. Mától szerdáig forgalomkorlátozások várhatóak a Terv utcában, a Gorki és a Szekeres Rihárd utcák között. Folytatódik ugyanis a felújítás. Az akva szakemberei a csatorna fedelek környékén dolgoznak. Ezt követően kaphat új burkolatot ez a szakasz. Korábban már megújult ennek az utcának a mofémgyár és a Szekeres utca közötti része. Az autósoknak két lehetősége van kerülni. Vagy a Hold utcán, vagy mert korábban az Akocsmalomnál a Pacsírta utcára kanyarodva, a Lomb utcán keresztül jutatnak el a körforgalomig.